Sziasztok, mongufták! Itt vagyok, én Dave vagyok, és hoztam nektek egy videót, ahol be fogjuk váltani a Shiny Eternatus Pokémont. Ezt meg lehet szerezni különböző Nintendo partnerboltokban Magyarországon, be kell személyesen fáradni, és ingyenesen kaphatod. Oda mész, és annyit mondasz, hogy szeretnék kérni egy Shiny Eternatust, és akkor kapsz egy ilyen gyönyörű kis... Hát ilyen képes lapszerűt, amin rajta van a kód, ezt majd láthatjátok az index képen. És én azt csináltam, hogy Janával együtt mentem le, mert nagyon cuki volt, és mondta, hogy imaház után sétáljunk le addig. És így kettő Eternatusom lett, de játékonként, illetve felhasználónként egyetlen egyet tudsz beváltani, mert hogy csak ebbe a játékba tudod beváltani, azért kértünk plusz egyet, hogyha valakinek esetleg nem sikerül szereznie, akkor mikor lejár a promóció jövő hónapba, akkor majd azok között szeretnék egyet kisorsolni, akiknek nem sikerült szerezni, de megvan nekik ez a játék, úgyhogy van egy tartalék Eternatus is. Na mutatom, hogy kell beváltani. Bejöttök ide, hogy Mystery Gift, de ez el van, le van ilyen szépen vezetve, hogy indítsd el a sword vagy, Swordot vagy a Shieldet. Megtörtént. X menü alatt választ ki a Mystery Giftet. Megtörtént. Választ a Get with the Code-ot. Igen. Mystery Gift, Get with the Code, Password, igen. És akkor itt pedig be kell írni azt a kódot, amit látsz a kód részbe. Ezt most gyorsan bepötyögöm, ezt itt ki fogom vágni, ameddig én ezt pötyögöm, mert ez írtó hosszú lenne. Elméletileg ez a kód, nézzük meg gyakorlatba is. Keresi a giftet. Shiny Eternatus gift, így van. És már érkezik is az ajándék. Hoppá, hogy lepottyant, és még nincs karácsony. Ott a kis Shiny Eternatus. Jó, de szép vagy. Már amennyire szép egy Eternatus. Regisztráltuk a Pokékódexbe. Ő ugye méreg és sárkány típusú Pokémon. És itt meg is kaptam az Eternatus. Be is tette a boxba, illetve ha van helyed, akkor oda betette volna. Most én mindjárt kihozom nektek megmutatni egy harcba is. Szóval ide jövünk a géphez, és akkor ki is keressük a Shiny Eternatust, ott van lent. 100-as szinten kapjuk, ami tök király. És tudja az Eterna Beam-et, a Dynamax Cannon-t, a Sledge Bombot és a Flamethrower-t. És tök jó, itt tudod megnézni. És akkor mindjárt ki is próbáljuk, betesszük az Eternatus, itt most éppen edzettem a csapatomat, beteszem Bogyó helyére. És ugye előre betesszük, hogy fönt legyen. Most, hogy betettük föntre, ki is próbáljuk gyorsan egy harcba. Keressünk gyorsan egy ellenfelet. Hát szegény, nálunk is Buksi, azt hiszem az a neve, Electrike lesz, aki ellen. Megmutatom nektek, így néz ki Eternatus. Ugye csillog már Shiny. Nézzük meg az Eterna Beam támadást. Au. Az mi menőn néz ki. Szegény kis 12-es Pokémon. Erre nem volt felkészülve lelkiekbe. És ugye level 100 a max, így neki nem nő már a szintje. De ne csak 12-esek ellen. Végignézzük a támadásait, mert szerintem nagyon látványos. Meg így legalább teljes a bemutató. Menjünk vissza följebb ide, ahol egy picit erősebb pokék vannak. Na nézzünk valami erősebb ellenfelet. Hát legyen egy Vaplum. Újra gyönyörködhetünk Eternatusban.
Nézzük meg a Dynamax Panon nevű támadást. Ultra menők ezek a támadások, ahogy meg lettek animálva a srácok. Nekem nagyon tetszik, majd írjátok le kommentben a négy támadásból melyik tetszett a legjobban. Medvecsapda és cuculi szintet léptek. Keresünk még gyorsan két ellenfelet, ránk is jött a madár. Megtámadott a madár! Mint amikor a galamb neki akart szállni a fejemnek az őrsön. Most itt az történt lényegében. A harmadik támadás, a Sledge Bomb, hát ez nem a legerősebbek közé tartozik. Detektel! Ó! Ugye az az, hogy eltéríti a támadás, hát akkor nézzük meg a tűztornádót. Megsütöttük a galambot. S tudom, hogy ezeket a támadásokat ismeritek, de mivel mondtam, hogy mind a négyet megnézzük, azért is megmutatom nektek. Úgyhogy még egy Sludge Bombbal leharcolunk itt valamit. Őt. Egy Maractust. Maractus Eternatus, milyen nevű pokémonok ezek itt a jó ég. De mivel ő fűtípusú pokémon, ha jól tudom, ezért a Sludge Bomb az szuper effektív lesz, pontosan. Viszont látásra. Hát nálam az összes támadás közül az első vitte a Primet, ezt megmutatom még egyszer, mert annyira jól néz ki. Mondom, a következő, aki bejön, de ez a nagy holló lesz. Corviknight. Knight. Vagy Corviknight. Megnézzük. Eternatus. Szerintem egy aktív lesz, amikor majd százas pokékkal harcolgatunk itt-ott. Valós trénerek ellen. Még egyszer. Eterna Beam. Még mindig nagyon jó, nagyon tetszik. Ha te is szeretnél egy ilyen Eternatust, akkor látogass el valamelyik boltba. A leírásba bele fogom tenni, hogy melyik boltokban tudsz ilyen kódot kérni. Illetve ne felejtsétek el, hogy én majd, hogyha lejárt a promóció, fogok egyet nektek kérni. Illetve hát már kaptunk, csak hogy majd ki fogjuk sorsolni. Hogyha tetszett, dobj egy hatalmas lájkot, illetve ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára. És találkozunk hamarosan egy következő videóban vagy live-ban. Legyen szép napotok, sziasztok!